Szóval köszönöm szépen, hogy eladhatom, vagy bemutathatom le kutatási eredményeimet. Mint az látható, itt a két témának az a találkozásáról van szó. Egyrészt szerettem volna körbejárni a blockchain technológiáknak a felhasználását, másrésztről pedig ezt hozzákötni egy potenciális és napjainkban nagyon releváns területhez, a fenntarthatósági számvitelhez. Itt ugye észrevehetjük, hogy van a kapcsolódás más bankkártyás témákhoz is, ami nagyon jó, vagy nagyon jól tartok. Egy kicsit más szempontból közelítettem meg én a nagyvállalati szerepet hangsúlyozni. És az is látható, hogy itt egy szisztematikus szakirodalmi áttekintés módszertanra alapoztam, amit remélem, hogy hasznos lehet más ösztöndíjasokat is. Ugye a témát, vagy a témának a relevanciáját is hangsúlyozza, hogy mind a szakpolitikában, mind a kezelt a globálisan kezelt eszközöknek a kezelési módszerét tekintve, mint pedig a nagyvállalatok részvényeseinek és tulajdonosainak elvárásait tekintve, a 2030-ig, 2050-ig olyan célokat tűzte ki, amely a kibocsátási, kártyanyag kibocsátási teljesítményt azt vagy csökkenti, vagy egészen nulláig tűzi ki célul. Viszont az egy jelentős kérdés, hogy hogyan tudjuk mérni ezt a környezeti impactet, hogyan tudunk megbizonyosodni róla, hogy a vállalatok által közölt kibocsátási adatok azok valóságot fedik. Alapvetően elmondható, hogy én a szemszögesített információkra koncentráltam, és egyéb kutatásainkban is a kvalitatív információk, vagy a vállalatok által közölt kvalitatív információkat, kvantitatív információkat vizsgáljuk, bocsánat. A vállalatok a tevékenységüket, azokat a belső rendszereikben gyűjtik, vezetik és feldolgozzák, dolgozzák fel. Ezek alapján a szabály, vagy a törvényeknek, szabályrendszernek, valamint a befektetőknek, vagy a befektetők elvárásainak eleget tevő vállalati beszámolókat állítanak ki. Ezt éves vagy gyakrabb rendszerességgel teszik meg. És jellemző az, hogy ezeket az eredményeket, amelyek nem pénzügyiek, azokat fenntarthatósági jelentésekben és egyéb kapcsolódó anyagokban teszik közzé. Én ebben láttam egy iszonyos gapet, hogy ezt a komplex témát, ami magának a kibocsátási mérésekhez kapcsolódik, ezt a blockchain-nek a lehetséges technológiai újításával együtt vizsgáltam. Ebből készítettem egy szakirodalmi áttekintést, ami leteszi ennek a komplexitását. Ugyanakkor azt kiemelném, hogy ez egy multidisziplináris terület. Én inkább a számviteli részre koncentráltam, kevésbé a műszakira. Még azért a műszaki megvalósításban vannak még kérdések, nyitott kérdések. Mert a gyakorlati háttér kidolgozás az három fő pontra épült. A európai vállalatoknak a jelentés tételét azt összegezve az jellemző rá jelenleg, hogy a digitalizáltság irányába megyünk. Hoztak 2021-22-ben az EU-ban tőzsdei vállalkozásokra, tőzsdélyezett cégekre vonatkozóan ilyen újabb elvárásokat, a digitalizált módon is közé kell tenni beszámolóikat, és ami pedig még jelenleg kidolgozás alatt van, ez itt a TCFD munkacsoport és a CSRD, ez a legfrissebb ilyen fenntarthatósági közzétételekre vonatkozó rendelet. Ez még folyamatban van, 2025-26-tól kezdődően a nagyvállalatoknak még több és még standardebb ilyen fenntarthatósági információhalmazt kell közzétenniük, de arról kevésbé beszélnek, hogy milyen módszerrel mérjük ezeket a fenntarthatóságokat. A blokklánc, vagy blockchain-nek nevezném innentől, ez a tranzakciók rögzítésre használt, nevezhetjük még ugye fejlesztés alatt álló területet, aminek van egy pár olyan előnye, ami hozzájárulhat ezekhez a fenntarthatósági use case-ekhez. Szóval a blockchain-t azt ugye köztudatban inkább a kriptovalutáknak vagy kriptovaluták kapcsán terjedt el, mivel ezek is ilyen blockchain-eken futnak, de vannak más use case-ek, amik alapján hasznosak lehetnek. Egy mondatban, vagy egy-két mondatban a blockchain-nek a működési elve, van valamilyen tranzakció, ami nem feltétlenül egy pénzügyi tranzakció, lehet ez akár egy vállalati működési folyamat, amely rendelkezik egy adott
információtartalommal, viszont ezt az információtartalmat a blockchain által nem egy központi rendszerben rögzítik, hanem van egy pár olyan eszköz, vagy pár olyan akár intézmény is lehet, ami validálja ezt a tranzakciót, és ezáltal ugye biztos az, hogy van egy visszajelzés már ott, hogy ez egy valós rögzített adat, majd ezután ez az adat még tovább erősítve ezt a átláthatóságot és konzisztenciát elterelődik egy úgynevezett blokkláncban, ahol egymás mögé kerülnek ezek a információblokkok, és ez visszamenőleg nem módosítható, áttekinthető, stb. És így nyilvánosan elérhető egyes kiválasztott adatok. Jó, tudok ezt céljai három fő pontban, vagy összefoglalva. Egyrészt az, hogy egy ilyen szisztematikus szakirodalmi elemzés, feljártékintés módszertan bemutassak, az automatizált lépésekkel is rendelkezik, ezt egy kapcsolódó kutatásban dolgoztuk ki. Egyébként aki ilyen informatikai vénával rendelkezik, Python scriptek is elérhetők, amiket nyilvánossá tettünk, esetleg ezt majd szívesen kifejtem. És ezt erre a választott témára végeztem el, emellett pedig nyilván cél volt, hogy a blockchain és a fenntarthatósági számvitel területén az elméleti és gyakorlati eredményeket összegezzem. Itt egyáltalán a maga a módszertan bemutatásra kerül, 8 lépésre szűkíthetjük le. Egyébként ezt mint említettem, inkább most nem fejteném ki nagyon részletesen, de ez a szakirodalmi áttekintési módszertan, ez bármilyen témára használható. Szóval én mondjuk a doktoris hallgatóknak javasolnám esetleg a nemzetközi szakirodalom megvizsgálására. Az én elvégzett kutatásomban 3 tudományos adatbázist használtam, és egy sor szisztematikus kiválasztás és szűrési lépésen átjutottam 59 cikkig, amik nagyon frissek, az elmúlt 5 évben kerültek publikálásra, és ezeknek az elemzésében több szoftvert is kiválasztottam, vagy behasználtam, egyrészt a vizualizációra, másrészt pedig egyes nagyon alap text mining szövegbányászati módszertanok elvégzésére. És a következő pár dián az eredményeket röviden bemutatom. Egyrészt van egy ilyen nagyvonalú bibliometriai áttekintés, amit kiemelnék, hogy a publikációknak a nagy része az folyóiratcikk, tudományos folyóiratcikk, és egy folyamatos emelkedést láttunk az elmúlt 5 évben a számunkban. Mind ez az emelkedés, mint ez az abszolút emelkedés, mint pedig a publikációknak a minőségi besorolása, a Q1-es besorolásnak a nagy aránya azt mutatja, hogy ez egy nagy érdeklődés kiváltó terület, és tényleg már nem a kezdeti fázisban van, hogy főleg konferenciacikkek jelentek meg volna. Nem csak automatizált lépésekkel elemeztem ezt az 59 cikket, itt eszközöltem egy módszertani, vagy egy kézi kódolást, szóval két dolgot állapítottam meg a cikkekről többek közt. Egyrészt, hogy milyen módszertan kategóriával dolgoztak, másrészt pedig, hogy ha megfigyelhettünk valamilyen iparági kapcsolódást, akkor az milyen iparákhoz kapcsolódik. Az áttekintő tanulmányokból egyébként a 4 létrehozott fő kategória az elég jó megosztást mutat, nem voltak kiugró módszertanok. Az áttekintő tanulmányok azok inkább makrokörnyezeti ráhatárolással, nagyobb átfogó elemzésekkel szolgáltak, míg az elméleti keretrendszerekben és számítási modellekben, ahol már egy komplex, vagy hát valamilyen főleg informatikai valami, vagy egy szimulációt, vagy másfajta modellt hoztak létre, ezek már konkrétan iparákhoz kapcsolódtak, itt energiaipar és az építőipar, ami a kiemelt pluszkészek voltak, így összesen nagyjából 10-15 számban, szóval ez elég nagy arányt jelentett. Másrészt, ami még a technológia egy gyakorlati alkalmazás, azt talán kiemelném, köszönöm szépen, hogy az energiakereskedelemben, szóval a nagyvállalatok energiakereskedelmében talán ott a legegyszerűbb a bevezetése. Egyébként egyéb elméleti keretrendszerek, vagy hát elméleti modelleket is azonosítani tudtam, amelyek hasznosak lehetnek így a téma elemzésében. Tehát két szempontból mutat be a DIA ilyen szövegbányászati eredményeket. Egyrészt ez a Vosfluerum szoftveren készült, elég egyszerű az elkészítése, a gyakoriság alapján tünteti fel a kulcsszavakat.
és az alapján létrehoz klasztereket is, de ezt a hasonló, vagy hát egy másik módszerrel megvizsgáltam a Dörzs-Latenű szoftverben, ez alapján 5 fő tématerületet határolt le a szoftver. Ezt meg szeretném jegyezni, hogy ez egy statisztikai módszerrel készült leválogatás, szóval itt azért érdemes megvizsgálni kézzel is a cikkeket, hogyha ezt ugye teszünk, viszont nagy adathalmaz feldolgozható. Okay. És igen, itt az előző dián látszik, hogy milyen kulcsszavakat azonosított a szoftver. Itt azért az átfedések is egy jelentős kérdést mutathat, vagy egy jelenthet. Úgyhogy a témák közötti, az öt téma közötti átfedéseket vizsgáltam, erre van egy ilyen egyszerű Jacquard koefficiens nevű mutatószám. Ami egy viszonylag kevésbé hasonló téma volt, az a technikai, ami a megosztott főkönyv és ilyen okos szerződések témakörét tartalmazta, de egyébként ez alapján egy cikk, az több témával is rendelkezhet. Jó, és az utolsó előtt a dián a kereszttáblás ábrázolás, amit a kézikódolással, hát szóval ezt az automatikus téma lehatárolást, ezt így összekombináltam a kézi lehatárolással, hogy azonosíthatók a tématerületek, valamint a módszertanok és az iparágak között hotspotok. Szóval például milyen iparágban, milyen téma, mi jellemző. Oké, okay. Összefoglalásként ezt az SLR módszertant, ezt, vagy ezt a Systematic Literature Review módszertant, ezt még jelenleg megjelentetjük, de szeretnénk, hogyha minél nagyobb hasznossággal rendelkezne a jövőben. El tudtam végezni erre a kutatási területre is, hogy eredményeket érjek el az elmélet és gyakorlati, tehát a cikkek elmélet és gyakorlati kontribúciójával. A fő kapcsolódó területek egyrészt az EU-s szabályozás blockchainről, ez jelenleg folyamatban van, szóval voltak korábban ilyen horizontos projektek, egyéb kutatási projektek, amiben blockchain rendszereket készítettek. Oké, okay, és akkor következő, még én is kijelöltem következő kutatási irányt. Én most az akadémiai irányból vizsgáltam a témát, ezt megtenném a vállalat irányból is, hogy a vállalatok mit közölnek magukról, milyen blockchain rendszereket használnak esetlegesen ebben a fenntarthatósághoz kötődő témában. És köszönöm szépen a figyelmet!